Hadd szóljon! Hát ismerjük a régi történetet a farkasról és a bárányról. Tudjuk, hogy a farkas megtalálja az érveket ahhoz, hogy a bárványt fölfalja. Tehát a báránynak nem érveket kell érvel szembeállítania, hanem el kell mondani, a farkas elrontja tőle a gyomrát. Így van ez a klubrádióval is. Az állam mindent megtesz, minden érvet fölhoz, miért kell a klubrádiótól megvonni a lehetőséget arra, hogy tovább folytassa a munkáját. Klubrádió mindenféle érvet fölhozhat ellene, de ez nem elégséges. Meg kell mondania, hogy a kormánypárt el fogja veszíteni az étvágyát, hogyha felfogja a klubrádiót, mert a reputáció már amúgy is nagyon rosszul áll, még ezt a kevés reputációt is el fogja veszíteni. És hiába fogja azt mondani, hogy ő mégis védi a sajtószabadságot, senki sem fogja elhinni neki. Tehát lényegében tessék elvenni a kormányzópárt étvágyát, ne legyen étvágya arra, hogy felfogja ezt a rádióállomást. Tüntetés a szólás szabadságáért és a klubrádióért. Január 22-én, vasárnap délután 3-tól a Batthyány örökmécsesnél. Hadd szóljon!